Az erdők fenntartásáért és gyarapításáért végzett munka célja az erdők szolgáltató képességének megőrzése. Az Országos Erdészeti Egyesület egy olyan médiakampányt indított, amely kiegészíti ezt a környezetvédelmi munkát. A Mi fán terem az erdő programban 3 héten keresztül 6 különböző témában hívják fel a hallgatók figyelmét a természetvédelem aktualitásaira és örökérvényű törvényeire. Múlt héten kezdtük a klímavédelemmel, hiszen az erdő az egyik első számú eszköz a klímaváltozás negatív hatásaival vívott küzdelmünkben, és mi erdészek napról napra, most már mondhatom, hogy napról napra látjuk, hogy az erdők azok milyen kihívásoknak vannak kitéve itt a klímaváltozás elleni küzdelemben, és a szerepük a mi életünkben nagyon fontos. Aztán már feldolgoztuk ugye erdő esztétika szempontjából, hogy kicsit arra világítottunk rá, hogy az erdő a szépé varázsolja a tájat, és beavat a természet titkaiba, ahogy az egyik megszólított tájépítész fogalmazott az egyik videónkban, hogy az erdő az a szép forrása, és az erdő nem csak összképében, de részleteiben is szép. Ez sokszor magától értetődik nekünk természetszerető embereknek, de jó erre talán felhívni a figyelmet. A kampány során érintik az élőhely és körforgás témáját, amelyben arra világítottak rá a szakemberek, hogy az erdő működteti a föld anyagforgási rendszerét. A kultúra és kikapcsolódás szempontjából pedig azt elemezték, hogy az erdő gyarapítja értékeinket és hozzájárul az egészséges életvitelhez. A természetkedvelők a túrázás alkalmain túl úgy kapcsolódhatnak a kampányhoz, hogyha a saját környezetükre is jobban odafigyelnek. A Mi fán terem az erdő médiakampányunkkal is arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy nem csak a túrázás és természetjárás alkalmával kapcsolódunk az erdőkhöz. Lehet, hogy fizikálisan csak akkor találkozunk úgymond az erdővel, de valahogy, ha jobban belegondolunk, és szerintem, hogyha most is minden hallgató maga körülnéz, akkor láthatja, hogy valamilyen kapcsolódási pont, akár egy bútorba épített faanyag, akár a kertben álló fák, tehát hogy minden valahogyan mindnyájunk kapcsolódik a hétköznapokban is az erdőkhöz, a fákhoz, és ezért is ezeknek a megismerése, és ennek a felismerése, hogy mi mindent köszönhetünk az erdőknek, ez a felelősségünk, ami arra sarkalt, hogy ezt a kampányt indítsuk. Az erdő nem egyszerűen fák sokasága, hanem egy olyan bonyolult ökológiai rendszer, ami nélkül az emberiség nem tudna létezni. Szolgáltatásai nem csak közvetve, hanem közvetlenül is jelen vannak mindennapjainkban. A kampány 6 témája és a hozzátartozó kisfilmek az Országos Erdészeti Egyesület oldalán tekinthetőek meg.